Eltelt egy újabb hét, és itt van a legújabb Norbi update. Tudjátok, ez az a sorozat, melyben hétről hétre bemutatom nektek, hogy milyen szerzeményekkel bővült a gyűjteményem az előző hét során. Sziasztok, Norbert vagyok, és üdvözlök benneteket a csatornámon. Ebben a videóban a 39. heti szerzeményeimet fogom bemutatni nektek. De még mielőtt belevágnék a bemutatásba, el szeretném mondani, hogy miért is csinálom ezeket a Norbi Update videókat minden héten. Egyrészt azért, hogy utólag aztán vissza tudjam keresni, hogy mikor mit vásároltam, másrészt meg azért, hogy bemutassam nektek, hogy milyen kiadványokat lehet beszerezni most a piacon, amik mondjuk felkeltették az én érdeklődésemet, és lehet, hogy valaki más érdeklődését is, amikor megnézi ezeket a videókat. Na, nem is szaporítanám tovább a szót, mert itt van előttem ez a két oszlop, igen, a múlt hét eléggé termékeny volt, ugye felszaladtam Budapestre, és ha Budapesten vagyok, akkor általában van egy express csomagom, ami szintén itt van, és általában oda szoktam kérni a filmarénás csomagomat is, úgyhogy lett egy filmarénás csomagom is. Ezen kívül befutott egy HD Zeta vagy HD Zeta, találkoztam Tomival is, őtőle is származik pár kiadvány, bocsánat, és vettem még egy gyűjtőtársamtól is egy másik kiadványt is, de erre majd mindjárt ki fogok térni. Na, kicsit arrébb tolom a szerzeményeket, és akkor bele is vágnék a bemutatásba. Rögtön az első kiadvány, ami a MediaMarktból származik, és ezt egyébként Tomi vásárolta nekem, úgyhogy ezúton köszönöm még egyszer Tomi neked a segítséget. Minden hónapban köszönöm a segítséget, amikor elmész, felhívsz, és elmondod, hogy mik vannak akciósan, vagy illetve hát mik kaphatók offline. Úgyhogy ez a spancserek, amiről egyébként annyit kell tudni, hogy sokáig szemezgettem vele még az Expressnél, hogy megveszem, körülbelül hasonló árban volt, ahogy látjátok itt ez 1499 vagy 1500 forint volt, de aztán hirtelen 7000 akármennyi lett, és gondoltam, mondom, ezek nem normálisak, az utolsó példát 7000-re leadni, ki fogja megvenni, mert én nem, hát nem is vettem, de hát jött szembe egy ilyen kiadvány 1500-ért, úgyhogy nem mondhattam nemet. Egyébként én imádom az ilyen hülyeségeket, ilyen hülye filmeket, ilyen beteg filmeket, vígjátékokat, na jó, nem beteg, de vígjátékokat, úgyhogy ennek a kiadványnak is örülök, és szerintem 1500 forintot simán megért. Így néz ki a hátulja is. Nem tudom, most bontsam ezt ki, kibontam, mert igazából ki szoktam bontani a kiadványokat, na, így néz ki tehát a spancserek kívülről. Ez még, ha jól tudom, jól látom, akkor egy interkomos kiadvány, így van, és így néz ki a spancserek belülről. Úgyhogy ez majd egy hétvégi program lesz valamikor, spancserek 1500-ért simán megérte. Úgyhogy köszönöm, Tomi, még egyszer a segítségedet. A következő kiadvány, ez egy használt kiadvány, és ahogy azt már mondtam korábban, ez Zolitól sikerült átvennem. Ő egyébként nem lakik messze az osztrák határtól, úgyhogy eredetileg úgy is beszéltük meg, hogy majd alkalomattán itt Bécsben összefutunk, de aztán úgy döntöttem, hogy jó, nem hozom már tovább az időt, úgyhogy postai úton jutott el hozzám, és aztán Budapesten át is vettem ezt a kiadványt. Ez egyébként már évek óta nem kapható, nem csak Magyarországon, hanem Csehországban sem, mert a csehekkel vagyunk egy lemezen, és akkor be is mutatom, hogy miről van szó, ez a következő 3 nap. Így néz ki kinyitva, és így néz ki belül. Ez már egyébként egy provideós kiadvány, hát belső kép az nincs. Na, és akkor rá is térhetek az Express szerzeményeimre. Hát az Express-től igazából ennyi minden érkezett. Érkezett egy steelbook, érkezett egy új megjelenés. És hát ugye megjelentek újra a Marvel Blu-ray-ek. Hát itt volna a lehetőség, hogy kiadni a hiányzókat. Na mindegy, megjelentek újra a Marvel Blu-ray-ek, és azért úgy döntöttem, hogy beszerzek én is párat közülük. Nem azért, mert még nem voltak meg, hanem azért, mert van egy csomó steelbookom, és hát akkor belerakom majd azokba a steelbookokba is, amikbe eddig nem volt magyar vonatkozás. A magyar vonatkozású Blu-ray lemezt, legalább a lemezt, a Blu-ray-t. Na,
És akkor kezdeném is az X-Men bemutatását, akkor előbb jöjjenek a Marvel filmek, itt van a Thor, ez a Thor első része, természetesen magyar szinkronnal. Hát ezekről nem fogom most levenni a fóliát, mert elég sok minden van. Itt a Thor 2, a Sötét világ. Akkor jön az Amerika kapitány. Ez is ugye még annó megjelent a Magyarországon. Jön a következő, az Amerika kapitány, a Tia katonája. Akkor itt van az utolsó Marvel, ez a Vasember 2. Még egyébként majd be fogom szerezni a Vasember 3-at is, mert abból is van több steelbookom, amiben még jó volna a magyar vonatkozású lemez, legalább a Blu-ray lemez, és ezek 2000 forintért voltak, úgyhogy annyit szerintem simán megért mindegyik. Na, és akkor jön még három akciós termék az Express-től. Az egyik a Minden oda van. Ez már, ez nem is tudom, Bonton filmes kiadvány. Így van. Ebből egyébként létezett egy szelektes változat is. Annyi a különbség a kettő között, hogy itt a Bontonosnál nincs cím a gerincen, ami valakit zavar. Engem annyira nem nagyon szokott zavarni. Igazából úgyis angol cím szerint vannak sorba rakva a címek a polcomon, és hát ugye ki tudom következtetni, hogy mi a következő az előzőből, illetve hát az ezután levőből a polcon, úgyhogy engem igazából az annyira nem zavar, hogy nincs rajta cím. Fura, de igazából ez van, ez azt hiszem, hogy 3000 forint volt, annyit szerintem megér. Mert én most le is veszem róla a fóliát, és utána gyorsan be is mutatom nektek. Szóval így néz ki kívülről a kiadvány. Látjátok, egy Bonton filmes, és így néz ki belülről, nincs belső kép, amit én egy picit sajnálok, de hát ez van, ahogy mondani szoktam, that's life. Na, és akkor jön még kettő akciós, szintén az Express-től, az egyik a Szörnyszülők, ezzel is már régóta szemeztem, és most végre megvan, nem is tudom, azt hiszem, hogy 3990 vagy 2990 volt, nem tudom. És most erről is ugye lekapom a fóliát, hogy be tudjam nektek mutatni, hogy is néz ki ez belülről. Így néz ki először is a külső, és ha megfordítom, így néz ki a belső, igen, ebben van belső kép, aminek én kimondottan örülök, mert ha már műanyag tokos, akkor legyen szép, és a filmet azt nem láttam, de hát kíváncsi vagyok rá nagyon, ezzel is már régóta szemeztem, és sok embernél láttam, hogy ezt mostanában szerezte be, úgyhogy egy próbát megér. Meg hát én úgyis olyan vagyok, akinek minden tetszik, úgyhogy valószínűleg ez is be fog jönni. Na, és a következő a szintén egy akciós film, az egy vígjáték, ez a Csajok hajnalig. Ezzel is már régóta szemeztem, és most hogy lement az ára, szerintem annyit megért, nem tudom, vagy 2990 vagy 3990. Ezt is még itt felbontom, hogy be tudjam nektek mutatni. Tehát így néz ki kibontva. És így néz ki a belső. Ennél is van belső kép, aminek én kimondottan örülök, mert szerintem jól néz ki, úgyhogy erre kíváncsi vagyok, ez majd valószínűleg a hétvégi program lesz, szombaton. És akkor az Express-t még nem fejeztem be, mert van itt még kettő kiadvány, az egyik az egy új megjelenés, egy műanyag tokos és Universal vagy Filmosztrádás, vagy nem is tudom minek nevezzem, Cinemix-es kiadvány. Hát az ilyen ragasztott fóliában van, de hát nem tudom, hogy hogy fogom én ezt kibontani, mert nincs rajta az a tépőcsík, úgyhogy én most azt hiszem, ilyen barbár módon, de azért nem fogom tönketenni, nem kell félni tőle. Na, jó is. Csak meg kellett kezdeni ezt a fóliát, és utána onnan már aztán működik a dolog. Ez
most bemutatom ezt így, ez a csaló csajok, már fólia nélkül, így néz ki a hátulja, így néz ki kibontva, és hát, ami a belsőt illeti, egy picit csalódott vagyok, hogy nincs belső kép, de hát ez van. Erre nagyon kíváncsi vagyok, a Rebel Wilson-t ezt egyébként nagyon bírom a filmjeiben, és Anne Hathaway is egyébként az egyik kedvenc színésznőm, úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok, ezt még nem láttam, de ez is majd valamikor hétvégén lesz program. Itt elcsúszott a papír, úgyhogy ezt még meg kell igazítanom, még mielőtt összegyűrődne, vagy betépődne. És az utolsó kiadvány, amit az Express-től szereztem be, az egy steelbook. Ez egy 4K UHD plusz BD steelbook. Ez a Brian Byrne, a lángoló fiú. Amit egyébként már láttam, a változatosság kedvéért már megnéztem előre. És nekem nagyon bejött ez a film. Igazából a végén egy picit másra számítottam, de hát így ugye lesz majd valószínűleg folytatása, vagy legalábbis gondolom, hogy lesz folytatása. Azért az a 18-as karikkal szerintem túlzás, mert nem voltak benne olyan... Na jó, voltak benne. Igen, jó, most már emlékszem, voltak benne olyan részek, oké. Legyen rajta a 18-as karika. Úgyhogy ez volt a Brightburn, az utolsó Express-es szerzeményem. És remélem, hogy nem karcos ez. Nem csak a fólián van a karc. Nem tudom. De úgy néz ki, mintha karcos volna, hát majd ezt kibontom, és majd akkor meg fogom nézni. Most ezt nem ebben a videóban fogom tenni. Úgyhogy ez volt az első oszlop, és itt van a második oszlop, ahol már azért extra kiadványok is vannak. Ahogy mondtam, érkezett egy HDZ-t, a Film Arena, és azt hiszem, ez minden. De kezdeném a sort akkor a HDZ-tával. Ugye a HDZ-tát nem azt mondom, hogy gondolkodás nélkül, mert azért szelektálni szoktam, de a Silver Label-t a kiadványok közül azért nem szoktam megvenni a boxokat, mert hát ezek a steelbookok egy-egyben megegyeznek a hagyományos commerce steelbookokkal, és az a plusz füzetke az igazából nem ér annyit, hogy többször meglegyen. Igazából ebből csak ilyen, ezekből a Silver Label-ökből csak kettő kiadvány létezik, és azokat szokták boxba rakni. Hát én általában ezekből, azokból a filmekből, melyek annyira nem fontosak számomra, csak az egyik full slipet vagy lenti slipet szoktam megvenni. Ugyanígy tettem most ezzel a kiadványjal is. Ez a First Man lentikuláris full slip változata, HDZ-ta vagy HDZ-ta mostanában jelent meg, és hát ezt egyébként Kwong-tól vettem, aki hát ugye a GB-ket rendezi a Facebookon, és hát megjött már a Gladiátor is, de az majd csak a jövő heti Norbi update-be fog bekerülni. Úgyhogy ez volt az első és egyetlen HDZ-ta a múlt héten, és akkor az utolsó öt kiadvány az viszont már a Film Arénától jött. Nem is tudom, hogy igen, előbb a steelbookokkal fogom kezdeni. A három Warner steelbook van, és mindhármon ott van a magyar vonatkozás. Egyébként ezek a steelbookok, hogyha a hazai forgalmazó, aki történetesen ebben az esetben a Provideo ügyesebben csinálná, simán behozhatta volna őket, és simán kaphatók lettek volna Magyarországon, vagy lehettek volna Magyarországon is. De hát nem hozták be őket, nem is értem ezt a logikát, de mindegy. Mikor jutunk el már oda arra a szintre, hogy a magyar kiadók, nem azt mondom, hogy gondolkodás nélkül, de cenzúrázás nélkül egy az egyben ugyanazt be fogják hozni, ami legalább a cseheknél megjelenik, ha nem akarják commerce árulni médiákban, vagy Librin, vagy Bookline-on, legalább a DVD, Blu-ray-re specializálódott webshopokba jusson el, és onnan lehessen rendelni, ne kelljen már egy magyar vonatkozású lemezt, vagy egy magyar vonatkozású kiadványt külföldről rendelni. Ugye sokan vannak olyanok, mint én, aki mondjuk megveszi
Nem azt mondom, hogy az összes steelbookot, de az elég szép számmal veszek steelbookot, és azoknak igenis fontos volna az, hogy legalább egy helyről, Magyarországról be tudják szerezni, bár szerintem ezeket a kiadványokat simán el tudták volna adni bárhol, mert, mint az, már mondtam az előző valamelyik Norbi update-ben talán, hogy a steelbookok iránt is van kereslet. Tudom, hogy a legtöbb embernek az ár számít, de hogyha szép egy steelbook, illetve hogy egy szériához tartozik, akkor valószínűleg meg fogják venni a steelbookot. Most már kíváncsi vagyok, hogy be fogják-e hozni a Trónok harcát, ami elvileg decemberben jelenik meg külföldön. Ugye a 7. évad az kapható volt, a 8. azt szeretném ugye Magyarországon megvenni magyar vonatkozással, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na mindegy, ez most nem ide tartozik, ez egy picit más téma, de akkor be is mutatom először a steelbookokat, a Film Arena steelbookokat, majd utána jönnek a full slipek. Na, az első steelbook a Film Arenától az a Godzilla első részének újrakiadása. Ez egy BD3D plusz BD kombót tartalmazó steelbook. Ezt a steelbookot egyébként azért adták ki újra, hogy a dizájnja passzoljon az új rész steelbookjainak dizájnjához. Azért mondom több eszembe, mert az új részből a cseheknél is és a legtöbb helyen kettő steelbook jelent meg. Itt van előttem mind a kettő, mert hát én ebben az esetben, hogyha megjelenik mind a kettő, és ha van rajtuk magyar vonatkozás, bár akkor is, hogyha nincs, beszoktam szerezni mind a kettőt, azért, hogy teljes legyen a széria. Valaki ezzel egyetért, valaki ezzel nem. Én így csinálok, fogadjátok el. Hát, ha nem tetszik, akkor ne nézzétek ezt a videót. Na jó, oké, azért nézzétek. Akkor jön a következő Godzilla, aminek azt hiszem a magyar alcíme a Szörnyek királya. Ez az első steelbook, ez a kék steelbook, ez egy BD3D plusz BD kombót tartalmazó steelbook. A sima BD-n ott van a magyar hang, az biztos, de hogy a BD3D-re is rákerült-e a magyar, valószínűleg nem. Hát valószínűleg nem csak, hogy nem, hanem biztos, hogy nem, mert nincs rajta feltüntetve. Minden nyelv ott van, kivéve a magyart. Még a románok is megkapják, igaz, hogy ők felirattal, de legalább van belőle BD3D, a magyarok már abszolút nem kapják meg a 3D-s lemezt. Tudom, sokak szerint a 3D már halott, szerintem még azért annyira nem. Sokan ugye tévén nézik még a 3D-ket, régebben vásárolt tévén, illetve hát vásznon. Úgyhogy szerintem érdemes volna továbbra is a 3D-vel foglalkozni, mindaddig, amíg a stúdió támogatja a 3D-s megjelenéseket. Na ez volt tehát az első Godzilla, és akkor itt van a másik Godzilla, szintén a Godzilla 2, azaz a Szörnyek királyának 4K UHD plusz BD-s változata. És ha jól tudom, akkor a 4K rajta van a magyar, igen, ahogy látom, ott is van a magyar, magyar szinkron, és a sima Blu-ray-en meg hát ott voltunk eddig is, amit már előbb mutattam az előző résznél, úgyhogy ez volt a 4K-s, ebben valami mozog? Nem, már azt hittem, hogy ki vannak esve a lemezek, de nem, szerencsére nem. Na, és akkor itt van még kettő fac, amik, hát ugye az egyik az mostanában jelent meg, a másik az meg félre volt már nekem téve. Az első fac az a Mule, azaz a csempész, ez a 119-es fac egyébként, így néz ki előről, hátulról. Ez csak egy sima Blu-ray tartalmaz, azt hiszem, hogy volt ebből egy 4K-s változat is, ilyen a opcióként lehetett választani a 4K-s lemezt is, de sajnos arra nem került még magyar felirat sem, ezt sem teljesen értem, hogy miért van így, de hát úgy néz ki, hogy rossz emberek kezében van a magyar filmforgalmazás. De ezt már szerintem mindenki tudja, illetve mindenki tapasztalja is. Na, szóval ez volt a csempész, ez csak egy sima Blu-ray. Blu-ray steelbook. A steelbook egyébként egy sima VVA-s, úgyhogy semmi extra, ugyanaz, ami Magyarországon is megjelent. Csak hát ez a full slip, illetve a könyvecske, meg mindenféle csecsebecse hozzá, az ugye még plusz
a filmarénától. És az utolsó fac, illetve hát az utolsó kiadvány, amit múlt héten sikerült beszereznem, az a változatosság kedvéért is, ahogy előbb mondtam, egy fac, és akkor ezt be is mutatom, ez a 120-as fac, ez az Alien, amire már szerintem rengetegen várnak, vártak, ez az E2, hát természetesen fog jönni majd az E1, az E3, az E5, illetve hát az E4 is a box, úgyhogy az még, ezek még nem teljesen jelentek meg, illetve hát az E5 már kapható, már nekem is raktárom van, a többire még várni kell. Ez egyébként egy lentikuláris steelbook, vagy lentikuláris full sleep, erről majd lesz egy videó hamarosan. Na, úgyhogy ennyi volt a múlt heti szerzeményeim bemutatása. Ezeket valahogy így sorba is rakom, hogy lehessen őket újra bemutatni ide a kamerába. Így. Na, ez volt a múlt hét. Ha tetszett a videó, akkor szokás szerint nyomj egy lájkot, és megköszönném, ha fel is iratkoznál a csatornára, amihez nincs más dolgod, mint a feliratkozás gombra kattintani ott lent. Ha szeretnél értesítéseket kapni az új videóimról, akkor természetesen kattints a kis harangra is. Ennyi volt tehát ez a videó, hamarosan egy újabb videóval jelentkezem, addig nézzétek meg a többi videómat is, legyen szép napotok, ja, és legyetek jók, sziasztok!